Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit. Kedv van, folytatjuk a Witcher-t. Továbbra is csináljuk az ilyen secondary questeket, meg szerződéseket, meg hát kérdőjeleket. Kicsit még combosodunk. Megpróbálunk eljutni arra a szintre, hogy mielőtt Skellige-re mennénk, meg tudjuk csinálni a Hearts of Stone kiegészítőt. Hát sok szint kell még hozzá, de azért nem vagyok pessimista. Szerintem meg lehet. Meglátjuk minden esetre, hogy alakul. Jó? Úgyhogy folytassuk is. Itt vagyunk Novigrádba. Így van. És egy olyan questtel fogjuk folytatni, amit... Hogy mondod? Tehát egy olyan questet fogunk most csinálni, amit már csináltunk velem, nevezetesen a Fist Fury-t. Tehát csak így bemelegítésként bunyózni fogunk egyet. Nézzük is meg, hogy hova kell menni. Ugye minden komolyabb, minden nagy helyszínen van egy-egy ilyen Fist Fury. Ugye van Velemben, Novigrádban, Skelligén, és majd lesz Tűzhamba is. Majd, ha eljutunk odáig, akkor azt is megcsináljuk. Na! Hát akkor kezdjük el, aztán hogyha menet közben belefutunk egy-egy ilyen felkiáltójába, akkor azokat azért megcsinálgatjuk. Na, akkor gyerünk. Ez elvileg ebbe a kocsmába van. Ez törcsönbe. Így van. Ezt kell lenyomni. Master Claytop heartily greets the challenger. Greetings to Master Claytop from Geralt. Will you take up the challenge? Will you face our tavern's champion? Csapassuk. Yeah. A pénz mindegy. Your attention please. This fine witcher has agreed to join in battle with our tavern's champion, Georgius George. While our champion prepares, you and I should have a chat. Let us talk coin. I shall be blunt. You stand to earn a great deal, provided you follow a few recommendations. You asking me to cheat? Not to cheat, to engage in an enterprise, that is all. What say you? Hallgassuk meg, hogy mit akar. How much will you give me to throw the fight? Considerably more than if you win. A bucket of coin for taking some hits to the face? Tempting offer. I'm in. What do I do? Nothing much. Throw some punches, not too many, mind. Then let him drop you. A warm welcome to our competitors as they enter the ring. Geralt versus Georgius George, the pile driver. Még ez lehet, hogy anélkül is így történne, hogy... hogy ezt mi külön megszervezzük. Hűha! Hát igen. That's it, you're in for it. Le fogjuk tudni nyomni. Congratulations, a beautiful fight. Your reward, as promised. Undorító dolga fogadási csalás. Welcome back. Prepare to fight. Yeah, I'll fight this Gregorio fellow. Your attention, please. Kaptunk XP-t ezért. The Witcher has agreed to join in battle with our tavern's champion, Georgius George. While our champion prepares, you and I should have a chat. The rules are childishly simple. Defeat George, you get a bulging purse. Anything else I should know? Még egyszer nem környékezett meg, fura is lett volna.
A warm welcome to our competitors as they enter the ring. Geralt versus Georgius George, the pile driver. May the better man win. Fucking come on! That's it, you're in for it! Ja, ja. Men choke han egentlig. Og så vidste det også. Og sit dem kysse med til at køre trust you'll remember. Not too good fight. Jo, med et sæt. Welcome back. Yeah, I'll fight this Gregorio fellow. The root. Anything. A whoop. Ah, du går ikke. Mine kager skal man ikke. Csávó, mint mászkálik? Meglett. Nem sokon múlt. Archibald O'Neill is another brawler you can fight. You'll find him near the entrance to the slums. There's also Mortimer, captain of the guard. He can usually be found near the Oxenfurt Gate. Yo. Best not cause any trouble at the inn. Tovább. Hova megyünk? Mhm. Jó. Nothing doing. Something weeks. Hello! You'd normally pay for that. Name's Geralt. Patty Gruber. I'm a bookie. I trust you're here to fight. I'm ready. Hear that? A fight at last. Our champion, Archibald O'Neill, to face Geralt. Fight!
Ez jó sikerült. Archibald O'Neill defeats the Witcher! Újra. Excellent. I'm ready. Be kell még melegedni. Meglett. Hát ez se sokan múlott. We have a new champion. The man who dethroned Archibald O'Neill. Bravo to Geralt. A beautiful bout. Want to be crowned the best in Novigrad. Who do I gotta fight? Well, if you yearn to fight some more, you must certainly face the captain of the guard. Jó. És hát akkor menet közben lehet, hogy elsétálunk erre. Csak úgy megnézzük a... hogy ott mi van. Jó. Megnézzük azt a felkiáltójelet. About Novigrad. You could make yourself use my man carries a pitchfork like you on his back. You should die for what you've done. I've done nothing. Gentlemen, I beg you. Back off. Don't dare interfere. What's this about? This Dwan sold Fistech to some young elves. A contaminated batch that killed every other user.
Lies. They mean to kill me, steal my gold. Help me, please. What you sold was poison. Shame you weren't there to see the young lad and others expire amidst spasms. You, all of you, to an elf. You despise humans, seek vengeance on us. But can you fault us? Fault me for your civilization's downfall? Shut your mouth, poisoner. Need to see if this man's actually carrying any Fistag. We've done that already. Checks everywhere, even his boots. Nothing. The bastard sold it all, which hardly makes him innocent. Hát de akkor nincs bizonyítékuk. Don't see any proof this man sold anyone Fistag, let alone contaminated powder. Can't let you kill him. Then you too shall die, Vatgen. Shame you happened on our path, and chose to stand in our way. Jóha. Hát ennek nem lehet volna szabad megtörténnie. Thank you, Witcher. Bloody elves, they'd invent any excuse to rob me. Please take this, a sign of my gratitude. Jó, menjünk tovább. Hát, ha nem muszáj, nem kéne öldökölni. De hát sajnos. Mindig van. Hát mondjuk lett volna most választás. Csak hát akkor meg megölik ezt a kereskedőt. Na, elvileg itt van ez a Mortimer fickó. Looks like rain. A levitáló malacok. Na. I don't think you know what you're doing. Don't bother, dears. You call this living, Witcher? I'm Geralt of Rivia. It matters not what you're called. It matters not where you're from. What matters is if you're prepared to fight Captain Mortimer. Yep. I'm ready. Let's do this. Fight! Troops, here now! Lost your nerve? Long live the king! And the make. Jó, ez is megvan. Geralt of Rivia dethrones Captain Mortimer! Behold your prize, champion! You have earned the honor to challenge Novigrad's champion.
Durden the Tailor. You will find him in Far Corners, and fight there as well after sundown. Tehát napnyugta után. Economically. Meg kell keresnünk a utolsó fickót. És akkor leszünk Novigrádnak a bajnokai. Ezt nem tudom miért csináltam. Ezt véletlenül meggyújtottuk. Belekötni egy Witcherbe. Na gyerünk akkor a szabóhoz. A legkeményebb Novigrádban. Itt kint van. Jó. Van itt egy cache a térképe. Ezt felszedjük. Ha már úgyis itt vagyunk. Ebben ilyen mindenféle páncél meg ilyesmik szoktak lenni. Nyersanyag. Ha már erre jártunk. Hol a Buki? We've been expecting you. We're already taking bets. You've been weighed, you've been measured, and you've been found scrawny. In what world could you possibly defeat me? The newcomer may seem all skin and bones, but remember, he defeated skin and bones. The bloody Baron of Velen. Jó, came here to fight the tailor. Szevasz, para. So let's do this. Novigraders, one and all, a momentous occurrence before us in just minutes. Geralt of Rivia will face the tailor. Na most come here, bitch. Uncle Durden wants to sew you a new face. Hűha! Szevasz, Dufesz! Köszi, para! Hát elsőre ez nem volt túl combos. Let it be known that Durden has won the bout and retained the title of Champion of Novigrad. Hát kezdjük előről. I want to fight the tailor again. Be my guest. Nem lesz egyszerű. I'm ready. Fight. What at least he died in dignity. Mi történik? Az igen. Take a good look. Let it be known. I want to fight the beakadtam. Again. I'm ready. Fight.
Na, végre bevittünk egy ütést. Jó lesz, meg lesz, csak néha vannak ilyen fura közbeütése, ilyen nagyon gyors. De jó lesz. I wanna fight the tailor. I'm ready. Fight! Last words. Take a. Nem egyszerű. I want to fight the. I'm ready. Fight. Killer prowls the city, but you're not scared, are you? No. Mi történik? Basszus. Pedig már közel volt. Take a good look in the mirror. I wanna fight the Meg vagy mit kell csinálni, csak. I'm ready.
fight! Focus. Don't you all just get off my back. Not too late to surrender. Jó, megvan, meg lehet csinálni, megvan, hogy meg kellett csinálni. Champion no more. Henceforth, the title belongs to the Drifter. If you've not had your fill of slapabouts just yet, you'll find other eager challengers in Velen and Skellige. Can they not burn those pyres beyond the city walls? Na, akkor ez is megvan. Jó, és akkor most elmegyünk lóversenyezni. Hát ez lehet, hogy nincs most itt a questek között, hanem az itt lesz, ha minden igaz. Legalábbis remélem. A kérdés az, hogy jöjjünk el. Hát majd utána ezeket megcsináljuk. Jó. Oké, és elvileg itt van valahol egy fast travel point is, úgyhogy mehetünk. Bailiff's a harsh man. Most tudom, hogy hidratáltam-e, nem emlékszem. Na, így a biztos. Na és akkor nézzük ezt a lóversenyt itt a Végelbud rezidencián. Geralt, menj fel a lépcsőn. Nem ezen a lépcsőn kell. Hello. If I could take part in the races. If you've coin for the rider's fee and a steed of your own, why not? Decide quickly, please. There's a race about to begin. I want a race. Grand. Your name and the name of your steed. Geralt of Rivia, on Roach. Excellent. Your opponent, let me see. Seamus Holt astride Athos. Competitors, saddle up! On three! One, two, three! Off you go! Na gyerünk! Erasmus Vagelbud Memorial Derby is over. Not bad. Nem ráhúzok még egy pár kanyar. The competition was hardly stiff. Shall I sign you up for another? Hogyne. Like to race again. Excellent. Don't go anywhere. We'll start soon. Your opponent this time,
Viscount Roma astride Caniculus. The Viscount races incognito, so I must ask for your discretion. On three, one, two, three, off you go! Yo. Hear ye, the final of the Erasmus Vagelbart Memorial Derby is over. The winner is Geralt of Rivia, riding Roach. Glory Move. To the victor. Bravo, congratulations, you won in style. Shall I sign you up for another? Nyomatjuk. Evek itt is három. Your opponent this time, Luke Vagelbud, young Lord Albert's cousin, atop succubus. He's the black sheep of the family, but he's not lost a race yet, so he's seen as something of a local champion. Na, akkor már lehet, hogy keményebb. Competitors, saddle up! On three! One, two! Three! Off you go! Eddig jó. Jó. The final of the Erasmus Vagelbud Memorial Derby is over. The winner is Geralt of Rivia, riding Roach. Glory to the victor! Fantastic race. Congratulations. A grand victory. Jó, hát akkor ez is megvan. Well, it could be quite profitable. Geralt of Rivia. Got it right. What do you want? To express my admiration on account of your victory.
And here, brought you an invitation from the boss. He'd like to congratulate you personally. Farewell. Hát nézzük meg. Ha a főnök hív, akkor menni kell. Viszont megint van nekünk egy csomó kacat. Azokat előbb eladjuk. Roach, ide gyere. Kovácsnál eladjuk. Hát, csak most éjszaka lehet, hogy nem lesz itt. Csak biztos, hogy nem lesz itt. Meditálunk egyet. Hát 8-ig. Hát ha akkora ide ér. Na és akkor mit is? Aha, van nekünk egy-egy ilyen armor. Hát ezeket eladjuk. Meg ezeket a kardokat. Ezeket nem, mert ezeknek neve van. Jó. Illetve vannak itt még nyergek. Meg saddlebag. Hát nekem hogy is van? 110. Igen. Hát igen. Ezek meg trofik. Tehát ebből nekem mi van itt? Bonus XP a szörnyek után. Hát igen, bónusz XP kéne. Mondjuk jó lenne emberek után is, de hát mindegy. Jó, hát akkor ezeket eladjuk, mert ezek nem... A miénk jobb. Top-notch swords! Show me what you have in stock. Van egy csomó pénzünk. Hát ezeket adjuk el. Hát ez biztos. Bónusz gold. Ez is mehet. Ez is mehet. Hát a gold maradjon mondjuk. Hát az se kell, mert rohadt sok izénk van pénzünk. Jó. Na, itt még megnézzük, hogy van-e valami érdekes. Hát, ilyenek van elég sok. Jó, a glifeket majd gyűjtünk. Javítunk, és mehetünk. So long. És akkor nézzünk meg ezt a versenyzős témát, vagy hát, hogy miért akar egyáltalán velünk a főnök beszélni. Ez itt van? Nem. Még lehet, hogy innen is be lehet menni. Na. Hát, nem. Bejöttem Józsi bácsiékhoz. Lehet, hogy itt lent kell bemenni. Nem. Jó, lehet, hogy ez a... The Cleaver. Hát csak oda találunk.
Oh, de jó. Csak az időmet pazaruljátok. Ja, igen, itt erre. Thanks for the invite. Congratulations. No. Quite a win at the Bagel Buds. Luke's one hell of a prick, but I don't recall him ever losing before. And seeing as you outran him, you actually stand a chance at Paleo. Make some real coin. Paleo? Never heard of it. Fuck me, what a peasant. The Paleo's a race held at night in the city streets. Used to be every district sponsored a competitor. Things are different now. Okay, akkor ez a illegális utcai versenyek. Bedlam and Reuven, but my coin's on you. Hát nyomjuk. Fine, I'll race. Lovely, color me thrilled. Just don't bloody let me down. Ja, ez biztos nehéz lesz már. Go prepare. Drink some chamomile or whatever the fuck. Minek? The Paleo is above all a race of honor. The winner doesn't just win a reward, he earns our respect as well. So, tehát akkor hárman vagyunk. Take your positions and get the fuck going. Come on, Roach. Eddig jó. Eddig jók vagyunk, srácok. Több utat lehetett választani, mint ha másik nem erre jött volna. Vagy ő csak úgy döntött, hogy elmegy Boré. Jó, eddig nagyon jók vagyunk. És itt a finish line. Cleaver had a good up for proving you. Congratulations. Hey there. Így van. Készen is vagyunk. Give us a kiss, Geralt. Hát azért ne túlozzunk. No? Then I'll smooch that roach of yours. That were lovely. And my pay? Take it, you cheeky bastard. Never met a man who earned his coin fairer than you did today. Hát ennyi. Scatter! We gotta get the fuck out of here. Thanks, Geralt. Hát igen. Menjünk a sárba. Tipli, tipli, tipli. Segítsünk. Hát hadd bunyózzanak. Nem az én dolgom. Én itt etettem a libákat. Na! Srácok, akkor ez is megvan. Nem is néztem, hogy mennyi XP-t kaptunk érte. Na, nem valami sokat, mert nem mozgott sokat a csúszka. Mindegy. Na, viszont van pár kontrakt, amit mindenképp meg kéne csinálni. Viszont előtte még megnézzünk, visszamegyünk Hattorihoz, elkérjük a kardot.
Aztán utána ezeket a kontraktokat elkezdjük csinálgatni. Szépen sorba. De akkor előbb gyerünk Hattorihoz. Greetings, Ibeer. Greetings, Geralt. How might I be of help? My sword ready yet? It is. Behold and admire. A sword to outshine all others. Na lássuk. Well, this was worth the wait. Thank you, Ibeer. It is I who thank you for everything. Jó. So long. Köszi. És akkor ugye ez a küldés ezzel megvan. Jó, na nézzük, hogy milyen... És erre 6-tal kevesebb damage van. Mondjuk critical hit 50%. Hát még akár jobb is lehet. Mindig kipróbáljuk. Aztán meglátjuk milyen. Critical hit damage bónusz. Hát valamit be kéne tenni. Hát az a baj, hogy... 5% attack power. Csak a damage. Jó, rendben van. Na, és akkor... Ugye jöhetnek a szerződések, közben ránézek, hát 80, még 12 szint különbség van. Hát nem biztos, hogy meg lesz. Na, és akkor kezdjük ezzel. Hát szokásos kontrakt. Kell neki valaki, aki ért a szörnyekhez. De ez hol is van? Itt jó. Még itt a kérdőjelként megcsináltuk volna, már itt voltunk. Na jó, mindegy. Jöjjünk ide akkor. Itt van nem messze. Kívánok! Welcome, Master Witcher. Na, miről van szó? Let's say I'm interested. That's good. Grand even. Name's Breen Hotch. I posted that slip. Gonna need details. Course. Well, through a series of regrettable events, I came to own a spread of forest ripe for logging.
near Novigrad. At a distance from any roads, but quite near the port. Easy gold, right? Just hire some lumberjacks and count the coin. Meant details about the monster, not your business. That's all linked, see? I took on some dwarven loggers, but they came to me, claiming the forest haunted. Thought them lazy, nothing more. Then one day, they went in the wood, and only one returned. Said some forest devil had attacked. Tehát az erdő el van átkozva, van ott valami szörny. I'll take the job. This logger, where'll I find him? Around. Last I saw him, he was drinking away his pay. Said he had to honor his dead comrades. Hát akkor beszéljünk ezzel a fickóval. Elvileg itt van a kocsmába. Hide the wenches, witches coming! Gondolom ő az. Welcome, traveler. Drink with me, you cocksucker. Fucking knock back a few so's my mates are raised peaceful. Something plowed them up good, but I don't know what it was. Don't know who or what to curse. Talked to one Breen Hotch. Told me all about your comrade's death. Noble liquor. We tried to explain. Some horror was prowling the forest. He refused to believe it. Hát, bro, én meg szakember vagyok. Find the beast that attacked you and your friends. Is that so? Well, I take back what I said. Good man, Breen. Though a halfling. Tell me about the attack. What do you remember? We were making our way out of the forest, loaded with wood like pack horses. All of a sudden we heard a bloody howl, like a wolf's. Pack leaders. We legged it, but then the cartwheel was stuck. Magnus Rector hollered I should run to the hut for the crossbows. So I ran, come back to the woods. Bloody plowing massacre. Couldn't tell me mates apart. Thanks. Really helpful, that. Kill the bugger. Will you? Jó, hát nézzük meg. Why don't you all just get the fuck back? Hát valami ott az erdőben, meg farkasokról beszélt, meg ilyesmi. Ki tudja, hogy mi az. Nézzünk rá a térképre. Aha. Jó. Jó. Hát egyre közelebb ugrunk. Sok értelme nincsen, de... kicsit közelebb megyünk. Aztán... meditálunk egyet, hogy nappal legyen. Majd rócsra pattanunk és irány. Ez lesz az erdő. Így van. És akkor ezt az erdőt vette meg ez a fickó. Megbízott minket a szerződéssel. Jó. Na nézzünk szét, hogy itt mi a helyzet. Logger's hut. Need to find the spot where they died. Deep ruts. Logger's wagon must have stopped here. Then they went down this road, probably towards their clearing. Hát nem tudom, itt be tudunk nézni. Nézzünk már szét itt is, hát ha van valami. Hát nagyon lootolni nem akarok. Ó, hát itt semmi. Hát ez egy ilyen kis fatelep.
Jó. Na és akkor merre ment a... Aha, erre jött a kocsi. Követjük a nyomokat. Már vannak valamilyen... szörnyek. A fene se tudja, hogy mi az, ha menjünk tovább. Ugly bastard. Ó, leszedtük az őzikét is, basszus. Hát, ha már így alakult. Na, hol vagy te? És menekül? Jó. Oké, és hát gondolom nem ezek a nekkerek voltak. Nem ezek azok a nekkerek, akiket keresünk. Még tovább. Aha, és itt a kocsi. Na. Hát nézzünk szét. There was a fight here. Two dwarves and something big. Két törp és valami nagy. Valami akármi. The dwarf tried to flee, bleeding heavily. Amara volt egy lábnyom, azt majd ne felejtsük el. Ó. Deep wound on his back. Simán átmentem rajta. Jó, hát akkor... szegény itt elvécett. Hát akkor keressük meg hát, ha... Na, itt a másik. Roots pinned this one to the ground, so hard he suffocated. Oh. Akkor csak nem egy... olyan élőfa, mi annak a neve. Majd eszembe jut. Nézzünk közbe-körbe. De itt erre már nem nagyon látok semmit. Hát valami motyog. De az messze van. Nem nagyon látunk más nyomot. Valamint nem veszünk észre. Valamint, hogy én. Még menjünk tovább, hát ha arra van valami. Hát ez ilyen campsite, vagy micsoda. Ezt megnéztük. Hát nem tudom, hogy a játék mit akar még mutatni. De erre nincs semmi már. Érdekes. Deep wound on his back. Bled to death.
kocsin lenne valami. Hát itt sincs semmi. Hát menjünk még egy kört. De tényleg nem tudom, hogy mit akar a játék még mutatni. Van két törp. Az egyik elvérzett, a másikat megfojtotta egy gyökér. Hát én esküszöm, nem látok semmit. Hát nem lennék jó nyomolvasó. Az, hogy szerintem egy necker volt ott, de... Hát, én... srácok, én tényleg nem látok semmit. Valamint bebugolt a játék. There was a fight here. Two dwarves and something big. Nem tudom, mit kéne így csinálni. Mondom, valami nyomot még nem találtam meg. Roots pinned this one to the ground, so hard he suffocated. És akkor? Winds howling. Gerált az időjós. Én esküszöm, nem tudom, mit kéne itt még keresni. Menjünk tovább. Nem látok semmit. Ó. Oh. Clawed the rock. Must have been angry and strong. Everything says Leshen. Leshen, azaz. Must have arrived here recently. Azaz élőfa, vagy mi? Find its totem. Crows serve Leshens. Should find some near the totem. Jó, tehát akkor keresnünk kell ollókat, varjakat. Ollókat. Not a Leshen's birds. False trail. Keressük a következőt. A totemét kell megkeresni a nek a Leshennek. Azzal tudjuk majd előcsalogatni. Ravens looks like. No sign of a totem. Menjünk tovább akkor. Not a Leshen's birds. False trail. Akkor tovább. Na. Lo and behold. A Leshen's totem.
destroy it. Want to piss it off, make it leave its lair. Hát de ne így. Akkor Árddal. És akkor elvileg jön a boss fight. Ott is van. Na, hol vagy? Kernön. Azt hívják. Sebeznek ezek a varjak. Jelentek a farkasok is. De jó, ránk baszott a gyökereivel. Bocsánat. És meg is. Jó. Jó lett. Na, hát akkor... menjünk vissza akkor a fickóhoz, és kérjük el a jussunkat, úgymond. Elvileg itt, hát menjünk itt egy kört, és akkor ezeket csinálgassuk meg. Miért is ne? Viszont... hát, ha kisüt a nap, kicsit később. Hát nem sütött ki. Na mindegy, akkor így megyünk. Szar idő velembe, semmi gond. Hoppá. Roach úgy döntött, hogy ő ma nem sprintel. Vagy vágtat. Na, egy bandit camp. Akkor most ki tudjuk próbálni az új kardot. Damn. Nem rossz. Hagytok még? Ó, vannak ám. Nem rossz. Egyelőre megtartjuk. Na, lássuk, hogy mi volt ezeknél a banditáknál. Ó. Runestone, diagram, sör. Kis nyersanyag.
És itt még egy láda. Még egy rúnak ő. Jó. Nem rossz, nem rossz. Jó, nézzük a következőt. Ó, itt van egy felkiáltó jel, akkor azt megnézzük. Tegrócs nem hajlandó. Most lehet, hogy a versenyek miatt kifáradt, vagy ilyesmi. Na, itt mi van? Na, mint hogy én. John Vernon, remember? He saved me from the drowning. Ó, megmentettük az életét. Now, why my purse is bursting? With coin that belonged to the refugees. Vengeance tastes sweet. I thought you'd come for your reward. I'll gladly pay, mind you. You saved my life, no two ways about it. But if you're looking for a bruising, well, you'll find it. Hát, srácok. Azért önbecsülés is van a világon. Should have left you there, tied up, right at the water's edge. Well, you can't turn back time. But I'm willing to see to it your conscience don't torment you long. Get him! De jó, hogy közbe jut a... Shit, nem baj. Most jó lesz. I thought, but should have left you. Well, get him. Jó, egyet meggyújtottunk. Az ott pont nem vérzik el. Jó, egyel kevesebb. Ej, te! Jó, az ott elvérzett, és akkor már csak ez az egy fasz van. És leszettük. Na, akkor ez is megvan. Igen, ez volt az, amit ezt a fickót ott az elején mentettük meg a... Ahogy beértünk velembe gyakorlatilag. Ha emlékeztek. Ilyen drownerek támadtak rá. Hát... És egy levél. Tobentől. Jolanda! Hát... Sajnos nem jutott el oda. Na jó, menjünk tovább. Go!
Na, mi lesz itt az erdőben? Egy szörnyfészek. Endregák. De utána... Annyira nem utálom, mint az első kiegészítővel azokat a rohadt pókokat. Egy nagy glifet. Jó, hát ez szuper. És itt egy másik Monster's Nest. Akkor már elmegyünk azért is. Lehet, hogy itt ebbe az erdőbe csak endregák vannak. Jaja. Ezt is fölpukkantjuk. A kurva életbe, de megijedtem. Bocsánat. Hát igen, mert ha jól emlékszem, a második részben ezek a fára is föl tudtak menni. Onnan mászkáltak. Mondom, akkor most is. Úgy megijesztett. Ó, itt is egy nagy rúnakő. Na jól ad, jól ad. Jól fizet a dolog. Meg XP-t is kaptunk. Na még akkor ezt is nézzük meg. Csak meditálunk egyet. Ez is itt van közel. Elmegyünk gyalog. Hát, ha addig Roach meggondolja magát, és mégis hajlandó lesz gyorsan futni. Ez egy valamilyen szőnynek a barlangja. Ah, nekkerek. Még ha látnék is valamit. Sokan vannak. Na gyere! Hűha! Mi történik? Megállt Geralt egy pillanatra. Na vagytok még? Itt még van egy... Na hát... Azért
szeregessük közben, ahol dobja a mutagent, annak nagyon örülök. Mert az fog kelleni. Mint ha valami régi bánya lenne. Ekkora márkert én még nem láttam, legyetek ott a térképen. Egy troll. És mennyire barátságos ez a troll? Hát úgy tűnik, hogy nem az. Fejelt. Megint. De most leszettük. Jó. De mi ez a nagy piros kör itt? Fene se tudja. Na hol vagy? És ez enemiket. Hát na mindegy. Hát volt nála egy kis cucc. Nem sok. Lehet, hogy fölöttünk van. De mi ez a nagy márker? Hát na mindegy, nem érdekes. Menjünk tovább. Na mi a következő? Megnézzük ezt, utána ezt, és akkor kanyarodunk vissza. Akkor elkérjük a jussunkat. Ezek banditák lesznek. Ja nem, nem Monsters Nest. Ilyen rotfénynek. Ezeket nagyon utálom. Undorítóak. De legalább lesebzik egymást is. Előjött még egy. Jó. Ki is kilútoljuk a fészket. Hát egy kis nyersanyag volt benne. Meg
meg erre is. Jó. Hát, nem sok minden, de valami. Oké is. Na és akkor... Igen, még van itt ez az egy. Gyere, Roach. Szevasztuba. Egy Wyvern. Ide gyere! Érzett. Na lássuk, hogy milyen kincs van itt. Aj, nagy glif. Páncél, amitől rögtön túlterhelődünk. Na nem baj. Úgyis megyünk vissza. Egyrészt a jussunkért, másrészt meg lehet, hogy ezeket el is adjuk egyúttal. És most már Rúcsnak is van hajlandósága intenzíven tovább haladni. Jók vagyunk, erre kell jönni. Jó napot! Kész vagyunk. A legend that attacked the lumberjacks. Oh, that's wonderful. Grand even. I'll have to find some new loggers. But there's no shortage of folk looking for work. But can I be certain? No other lesson will show. It's possible, I suppose. I have to find a witcher if it happens. Aye, yes, yes. Well, you're due a reward. I'm not the kind not to pay for a job well done. Farewell. Miss Lad. I'd give you a discount for heroic deeds. Akciósak a hölgyek, de most inkább elugrunk Hattorihoz, eladjuk a vackainkat. Nem nagyon vagyok megelégedve azzal az XP-vel, amit ad, de... Hát ez van. Aggódok, hogy nem fog sikerülni... eljutni arra a szintre, hogy Skellig előtt meg tudjuk csinálni a Hearts of Stone-t. De végül is mindegy, mert akkor megcsinálják utána. Végül is ez még mindig a Act 1, tehát az első felvonása a játéknak. Ugye a legtöbb sidequestet azelőtt kell megcsinálni, sőt igazából mindet, mielőtt ugye megtaláljuk Ciri-t. Ja, utána már nem lehet őket. Az meg még nagyon soká van. Hú, nagyon-nagyon soká. Not swords. Show me what you have in stock. Jó, na. Hát... Most ezt nem mondod komolyan. Shit. Hát...
Én vegyünk akkor glifet. Az úgy is fog kelleni. Na, és akkor most már van pénze is. El tudjuk adni ezeket a vackokat. Ezeket nem adjuk el. És akkor még itt van pár nyereg. Ezek se kellenek. Meg ez a Weaven trophy. Hát ez se kell. Jó. Ja, még a... Kijavítjuk a... Így van, ezeket ki kell javítani. Jó, na és akkor... Mehetünk tovább. Nézzük a következő szerződést. Így van, legyen mondjuk ez. Valamilyen kísértet, ez kísértet kastélyról van szó. Mondjuk ez itt van legalább közel. Ez a Kurt Dysart. Remélem jól mondom a nevét. Itt dugál. Yes. Count Kurt Dysart. Are you here regarding the contract? Wanted to hire a witcher, didn't you? I did, but not just any vagabond. One hears all manner of stories about the lunatics of the School of the Cat. Which do you belong to? School of the Wolf. Ah, yeah. A good one. I knew a witcher of this school. Barnabas? No. Though his name did begin with a B. And mine. To the matter at hand. Not long past, I acquired an estate east of Novigrad. I got it on the cheap, you see. The seller was very keen to be rid of it. Now I've learned the building is said to be haunted. Goes to explain the seller's urgency. I do not believe in ghosts. It is that simple. But my men say the house shakes at night. Walls crumble. Why, even the floors move about. Is there anything to be done? A remedy for this? That. Meg kell vizsgálni. Fine. I'm willing to investigate. How do I get there? An orchard adjoins the property. The house itself you should recognize easily. Cracks cover its walls. Here's the key. And good luck. Jó, megnézzük. Now you... Nobody. You crawled under the hole. Na, hol is van? Jó. Oké is. És akkor hát ezeket a kérdőjeleket itt megcsináljuk még nem olyan sok. Ha már úgyis itt vagyunk. Roach. Mi jó kis kulipintyó. So this is the haunted house. Come on now. Mint a Hill House. Na nézzük. Whole building shaking, but a specter would have attacked me already. Inhabitants clearly left in a hurry.
Mondjuk. Hát van egy cucc. Aha. Itt van egy nyom, csak még ezeket megnézzük. Na. Scattered salt. Probably to drive ghosts away. Pointless superstition. Ez sót szórt ki a fickó, hogy visszatartsa a szellemeket. Air flowing through this crack. There's something in there. Mhm. Hát annyira nem rámulok azért ki. Aha, de ott van valami. Csak nem egy barlang. Hát valami olyasmi. No one's been here in a while. Jó. Not the root of any ordinary plant. Must be magic. And elemental. Pretty powerful too. Gotta go deeper. Need to open the passage somehow. Ah, tehát ide be kéne menni valahogy. Hát, nem tudom, hogy erre érdemes-e körülnézni. Lehet, hogy a házba kéne még visszamenni. Gondolom csak ilyen, aha. Nem, hát nem tudom, hogy a házba, hogy van-e emelet. Akkor oda még lehet, hogy föl kéne nézni, hát ha van valami kulcs vagy ilyesmi. Körülnézünk. De úgy látom, hogy nincs. Aha. Itt jöttünk be. Erre pedig nincs semmi. Hát akkor csak lent, itt lent lesz valahol. De hogy lehetne oda bejutni? Benyomok egy Cat Potion-t. Nem igazán látni. Hát... Akkor nézzünk szét erre, hát ha valahol be lehet jutni. Egy kor. Something clicked. No, és ide hogy mászok ki? Ja, itt. Aha, ki is nyílt. Jó, viszont meditálunk, hogy elmenjen a kertnek a hatása. És akkor nézzük, hogy ez az Earth Elemental, ez pontosan mi is itt. Almost managed to break its magic bonds. A few days more and it would have wreaked havoc all around. És ezt a magic barrier-t hogy fogjuk?
sehr keen. Igen. Nagyon nagy range-e is van. Szúrtuk. Ez fontos. Fú. Hát megmenekül. Mi történik? Így megáll. Meglett. Adott egy kordot. Jó. Na nézzük szét, hogy van itt még valami. De úgy tűnik, hogy nincsen. Ennyi. Jó. Hát akkor menjünk vissza, és ismét kérjük el a jussunkat. De... nézzünk kérdőjeleket. Hát nézzünk el erre. Nem tűnik olyan messzinek. Öreg lóháta. Kis sok-sok XP-t adnak. Esetenként, hát nem mindig persze, de általában.
Jó, megdobott minket sárral. De levágtuk. Na és akkor milyen kincset őrzött itt? Nem gondolom, nem ezt. Jó. Hát egy kis lút, az sose árt. Nyersanyag. Oké, és... Na akkor nézzük meg ezt. Ja. Valami kincs van bent a szigeten. A ritmus érzék fontos. Mekkora átütött srácok, egy ütésre levett annyit, amennyit ott láttak. Elképesztő. Na lássuk. Ó, itt is egy nagy glif. Kard. Szuper, szuper, szuper. Jó. Na. Hát, nézzük meg ezeket is, ha már erre járunk. Ki tudja, mikor járunk legközelebb erre. Gideon! Már majd figyelni kell, mert az, az a terület, ahol a Hearts of Stone kiegészítő is játszódik. Aztán itt már ezek nehezek, most még nekünk. De rohadt jól néz ki. Let's go! A map design az valami baromi jó. What endregek. Ez meg egy nagy arachas. Csigapók. Jó. Kis cucc itt is volt. Jó. Szuper. És elvileg itt a szomszédban is van még egy. Itt lent. Kell lenni egy fast travel pointnak is, ha minden igaz. Jó, hát ez egy mosteddel lesz. És ez egy fast travel point. Ah, szuper. Akkor innen vissza is tudunk majd menni. Jó, csak meditálunk egyet, hogy legyen
potionünk, ha netán kéne. És akkor gyerünk. Itt egy nagy gólemet látok. Az igen. Na gyere. Köszi Gerált az infód. Nagyra értékelem. És így megáll. Jó, meg lett. Nem dobott semmit, de nem baj, körülnézünk. Milyen kincseket rejteget. Hát van itt cucc bőséggel. Na jó, vigyük. Ezt nem akartam most, de ha már itt vagyunk. Jó. Hát azért volt itt felszerelés rendesen. Jó. Esetleg még ott megnézzük szembe. De szerintem ez ennyi. Meg itt mondta volna, hogy van egy illusion. Itt. De miért nem tudjuk használni? Nincs nálunk. Ezt nem lehet letenni. Viszont, ha nem haragszatok, én ledobok valami vackot. Mondjuk ezt. Csak hogy haladjunk. Van. Zsákmány. Valami alchemist. Gólemet akartak gyártani. Na és mi van itt? Ó, nagyon jó. Oké is. Hát... megint el kell majd vinni őket a kovácshoz. Ez az, amit nagyon nem szeretek ebbe a játékba. Talán ez az egy dolog. Hogy... túl tudunk terhelődni, vagy hogy mondjam, túl sok cucc van nálunk. Nagyon bosszantó. Ilyenkor nem lehet haladni.
De mondom, az a szerencs, hogy itt kint van egy fast travel point. És akkor tudunk menni egyből a KRR Square-re. Bár most lehet, hogy nem oda kéne, már az előbb se volt már pénze ott a Armorernek. Megyünk Hattorihoz. Na, ő mindig tele van pénzzel. Reméljük most is így lesz. Ott egy Drowner. Lehet, hogy ezt meg kell lőnünk előtte. Van ott több is. Ja, jó sok van. Megpróbálunk így sutyiba eljönni. Sikerült. Láthatatlan barrier. Hello. Greetings, Ibeer. Greetings, Geralt. How might I be of help? What do you have on offer? Na, hát akkor ezeket eladjuk. Neki is elfogyott a pénze. Mondjuk tőle veszünk ilyen Reaper kiteket. Mondjuk ezek is, ez is tömeg, de... Jó, ezeket meg majd lerakjuk a stashbe. Ha arra járunk. Jó. És még javítunk is. Azt se felejtsük el sose. Jó. So long. Oké, és... Elfelejtettük a Dysart-tól visszakérni a pénzt, akkor az irány a LR Square. Mi a kontraktért a fizetést el kell kérni. Mi a gond? Jó. Kész vagyunk. Shouldn't give you any more trouble. A little renovation and it should be fit for you to move into. Truly? Why, the estate's price just spiked sharply. What precisely was the problem? Earth elemental trapped in the cellar. It was just trying to get out. Almost demolished the house in the effort. Hmm. Far more interesting than a ghost, that's certain. The cellar you mentioned, is it in a state to be furnished? Hard to say. Well, we shall see. Ah, your bounty. There you are. And
farewell. Annyi isten. Na. Ez is megvan. Oké, és akkor még egy questet fogunk ma megcsinálni. Ez pedig nem itt van, hanem itt a kontraktoknál a Beast of Honor-ton. Oké, és... Na gyerünk! Valami szörny van itt ebben a városban. Nézzük meg, mi lehet az. És akkor ott a környéket is kitakarítjuk gyorsan utána még. Jó. Roach. Bejön ide a bozótosba. És megint nem hajlandó gyorsan menni. Nem baj, mégis ráérünk. From the notice, except it's awful quiet. Necrophages, great. Veszélyesek, mert akkor is sebeznek, amikor én ütöm őket. Jó. Not a living soul in sight. Something evil's been here. Necrophages appeared after. Tehát valami levászárolta itt a falu lakosait. Necrophages tore the body apart. Can't say what killed him though. De nem a necrophages ölték meg. Itt valaki nagyon csúnya mészállást csinált. Fire still burning. This happened recently. Nem is olyan régen. Sword wounds. Somebody's well off, especially for Velen. A Leshen's head chopped off with a sharp knife. Well, well. Somebody beat me to it. Csak nem egy másik Witcher. Sliced open. Probably died defending its owner. First cut severed the aorta, second hit the femoral artery. He died quickly. Didn't put up a fight. Hát állítogatta, eléggé gyorsan meg lehet halni. Na nézzük itt. Blade pierced her back between vertebrae. Severed her spinal cord. Te is falut lemészárolták. Bled to death. Ó, ne már!
igen, a holttestekre jönnek. Damn it, used internal organs. Jó. Cuts. Shallow, but each hit an artery. Bolt snapped in half. Blood. Mixed with something. Smell. Alcohol, Earthball, the Wolf's Bane. A potion. This blood didn't come from a peasant. Pitchfork. Dangerous weapon at close quarters. Arm severed above the elbow, with one blow. Imperial mustache, plump cheeks. Important man. Cause of death, stab wound. Blade between the ribs, straight to the heart. Holding something. Silver chain, snapped. Ripped it off someone. Oh. Shit. Stop. A doll. And a child's footprints. Kövessük. Ment is tovább. Don't worry. I'm not going to hurt you. Calm down. Just want to talk to you. Leave me be! Killer! Murderer! Me? I got it wrong. I'm... You've cat eyes! Same as him! Same as... Same as him! The bad man who killed everyone! Did he have two swords on his back? This doll yours, maybe? It is. He got a name? Master Freckleface. Pretty. Give him to me, please. Doubt Master Freckleface would be much help on the path, so... Here. Now. Think you could tell me what happened here? I need to know. Our woods. They was haunted. Some spook. Uncle Sobermere said we best fetch a witcher. See one came. Looks like you. But... There were evil in his eyes. He bought the spook's headset. Uncle Sobermere were not about something. He yelled, and he cursed. And then, he went to the barn, and... Tehát fölbéreltek egy witcher, de valami félrement. Shh. Think I know the rest. He let me go. I don't know why. And then, he went that way. Towards the circle where we leave gifts for the gods. I hid in the barn. Found this line in the A. School of the Cat. Thanks. You've been a big help. What'll you do? Got any family around here? Me auntie. Lives
in Orton. I'll take you to her. But first, I gotta see to this bad man. Stay put and keep quiet. Understood? Sit tight, kid. Na, hát akkor keressük meg. If he went off towards the circle, that'd be the place to start. The stone circle. Need to look around. Footprints. Barely visible. Must be him. Hát kövessük. Az igen. Látszunk, majdnem itt maradtunk. Blood. Still fresh. He's close. Hát, meditálunk egyet. Csak hogy legyen potionünk. Jó. Na és akkor menjünk tovább. Erre vezetnek a nyomok. You lost something. Come all that way to give me my medallion? Thanks. Craft Solidarity's alive and well. But our craft's reputation is on its last legs. Folk won't easily forget that massacre. Occupational hazard. Could have happened to any one of us. Well, what are you still doing here? I want to chat first, then we'll see. Take a seat. I'll stand. Now talk. Honorton, what happened? Come on, you know what happened. Know what they wanted to pay me for the lesson? Go on, guess. Not in the mood for guessing games. I knew you were no fun the minute I saw you. 12. Understand, pal? 12 fucking crowns. Barely covers my potion ingredients. What had you agreed to? That several times over. But when it came time to pay up... You know the routine. Oh, good sir, me young'uns are starving. There's a war on. Gods have mercy. Show some pity. Rings a bell. But that's no reason to kill. I'm not finished. Told them I wouldn't show pity. And if I didn't see gold, they'd wish they had the Leshen back. They got these grim looks. Then the Alderman spoke. Calm now, Master Witcher. Me and the lads, we hid some gold in the barn, so's the Baron's men wouldn't take it. Come, you'll get your coin right quick. I fell for it. Like a fool. One of them chattered on while another jabbed me in the back with a pitchfork. So you decided to massacre the whole village? What would you have done? Gone to the local magistrate to file a complaint? I admit, I lost my temper. Cat. Lost it bad.
I'm used to shit bounties. To the cheating, to them begging me for help, and then spitting as I pass. But murder me? Just to save a few crowns? I'm supposed to protect horses like that? So I drew steel, and didn't sheath it till the ground was slick with blood. A lot of innocents died in that village. Yeah, they did. My fucking bad. Got carried away. Not the first time either, right? Wanna kill me, Wolf? Fine. Draw your blade. Don't force me to confess. Take care now. That's it? Not gonna lecture me? Make me promise to mend my ways? They call me the Butcher of Blaviken, for good reason. I know how it is. Sometimes heads just roll. Wait. Hát ott is hasonló dolog történt. I'm no cheap prick like those hayseeds. I owe you something. Here, directions to my stash. No. Take what you want. Thanks. No, thank you. Good luck on the path, Wolf. Jó, hát akkor végül is kiderült, hogy mi történt Honortonban. Menjünk vissza akkor a lányhoz, és utána megcsináljuk ezt a Take What You Want-ot is. Mert csak megnézzük a fickónak a stash-ét. Ha már életbe hagytuk. Ami lehet, hogy hiba volt, ugye az imént ez már kiderült, hogy hiba volt valakit életbe hagyni. De akkor hol a kislány? Itt van. You're back! I thought you'd not return. That he'd hurt you too. I'm fine. And you don't need to worry about him anymore. So you'll take me to my auntie's? It's awful here. Sure thing. Let's go. Think I could ride on your shoulders? So long as you promise not to pull my hair. I promise. Then hop on up. Auntie Lucy! Millie, what are you doing here, you naughty girl? I'll explain. You run along and play a bit, all right? There was a massacre in Honorton. No survivors. Well, except her. Gods, what happened? A bandit attack? No, another Witcher did it. Villagers provoked him. They speak true of you lot. Heartless and cruel. Murderers all. Not all. You'll look after her? Truth be told, you'd do better to take her with you. What? Még egyet. You call me a murderer and want to entrust a child to me? Ye shan't lead her around with an empty belly. There's that. Got four of my own grandkids. Used to be six, but we buried two last winter. Hard to live off naught but bark soup. Take this. Use it for food, and only food. If
I come back and see you drinking. So much. The gods reward ye, Master Witcher, 1,000 blessings. Time I was on my way. Now? But why? Witcher's lot in life. Always on the road, on the path. Will ye come back and see me sometime? Hope so. Take care, kid. Millie! Come, child. We'll buy a bit of flour. Your aunt'll whip up some pancakes. Sound good to ye? Hát oké. Jó, na. Ez is megvan. És akkor most el kéne menni oda, ahol ennek a Witchernek a stash-e van. Hát jövünk innen Midcopsból. De remélem jó cuccai vannak. Vegyük ezt a házat, nem tudom itt mi van. Ja, de tudom, ez a Kiramec háza. Jó. Oké, és itt van Midcopstól éjszakra. Hát akkor menjünk. Roach bugos. Nem hajlandó szaladni. Nem, mint hogy gyorsan. Damn, you're ugly. Te mit nyilazol itt? Oké is. És akkor itt van lenne neki a lootja. Nézzük. Aha. Így van. Ó, egy teiger. Pénz. És egy levél neki. Hát katonák elfoglalták az iskolájukat. Hát igen. Kés. Foglet, ghoul, gravehag. I wonder why he didn't turn in these trophies. Maybe they tried to cheat him then, too. Hát jó. Na, még nézzük meg ezt a kardot. Miután meditáltunk egyet. Csak hogy nappal lássuk. Hol van? Ó, elég jó. Nézzük. Steel Sword. Ah, szép. Jó lesz. Hát akkor most ez bennmarad. Na. Srácok. Ma is haladtunk.
viszont legyen már ennyi elég. Én úgy gondolom, hogy szerintem szépen csinálgattuk. Olyan sok szintet nem léptünk, ami aggaszt egy kicsit. De hát ez most ilyen. Hát ennyit sikerült haladni. Csütörtökön folytatjuk. Legalábbis ez a terv, hogy csütörtökön folytatjuk. Aztán szombaton meg majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tényleg kéne most már valorantozni is egy kicsit. Jó. De ezt majd meglátjuk még, meg majd addig még megbeszéljük. Jó. Na. Velem legközelebb holnap találkozhattok. 10 órától programozunk, és elkezdjük ezeket a policy parametrizationöket. Írom majd Discordra meg Twitterre, hogy pontosan mi is lesz a téma. A lényeg, hogy holnap 10-től programozunk. Oké, és na, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a követéseket, donéteket, csíreket, de legfőképp az, hogy itt voltatok és néztétek. Kívánok további szép napot nektek, sziasztok!